Holnap kezdődik az uniós állam és kormányfők kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben, amelyen az egyik fő téma az energiaárak emelkedése lesz. Ezt megelőzően ma az Európai Parlament plenáris ülésén is erről volt szó. Kapcsolunk Strasbourgban, ott van Bende Balázs. Balázs, milyen javaslatok hangzottak el az energiaárak csökkentésére, illetve megfékezésére? Jó napot kívánok! Az Európai Intézményrendszer, illetve elsősorban az Európai Bizottság és annak vezetője részéről továbbra is az a javaslat, hogy minél jobban fel kell gyorsítani a zöld energiára való átállást, mert ő szerintük, illetve Ursula von der Leyen szerint is ez az egyetlen záloga annak, hogy ezt az úgynevezett energia ársokkot vagy energia ár növekedési hullámot meg lehessen előzni. Ennek érdekében akár azt is el kell tudni érni, és erre is javaslatot tesz az Európai Bizottság, hogy ezeket a megújuló áram, vagy megújuló energiatermelő cégeknek például a jelenleg több éves engedélyezteti eljárását radikálisan lecsökkentsék. Ez az egyik javaslat. A magyar hozzáállás, a magyar kormány álláspontja szerint azonban pont éppen Brüsszel és a brüsszeli tétlenkedés, vagy az át nem gondolt, kierőszakolt zöldítés az, ami hozzájárult ahhoz az energia ár válsághoz, ugyan a magyar kormány, illetve a fideszes EP delegáció szerint is energia válságról lehet beszélni Európában. Ez vezetett hozzá, hogy tulajdonképpen a Covid időszak a járvány lezárásai alatt, amikor kicsi volt az energiafelhasználás, mindenki úgy érezte, hogy a megújuló energiák, illetve ezek a termelők elegek. Most, hogy amikor kilábalás van a járványból, illetve a gazdaság újraindítására lenne szükség, akkor a hirtelen megnövekedett igényt ezek a megújuló és időjárás függő energiatermelők nem tudják fedezni. A Gál King, a fideszes EP képviselő kiemelte, hogy tulajdonképpen nem nagyon leplezhető az Európai Bizottság, az Európai Intézményrendszer hibája, tétlensége, mindenképpen felelősséget kellene vállalni azért, hogy Európában energiaárválság van, amiből egyébként hozzátette, a magyarok nem éreznek semmit, köszönhetően egyébként a 2010-ben elindított, és aztán 2013 után pedig teljes erővel zajló rezsicsökkentésnek, rezsiharcnak, amit Magyarország Brüsszellel és a nemzetközi szolgáltatókkal és cégekkel szemben meg tudott nyerni. Azt is hozzátette, hogy nem véletlen, hogy az Európai Parlamentben, illetve az Európai Intézmény rendszerben sokkal fontosabbnak tartják kommunikálni akár a lengyel, akár a magyar jogállamiság, LMBTQ és egyéb ügyek kapcsán a saját véleményüket, és támadni Magyarországot, illetve Lengyelországot, ahelyett, hogy beismernék, hogy ebben az egész cirkuszban, ebben az egész energiaár válságban igenis nekik, az Európai Intézményrendszernek és a bizottságnak óriási felelőssége van. Bende Balázsnak köszönjük szépen a tudósítást!